Az idei Kötcsei piknik talán egyik legérdekesebb jelensége az volt, hogy Orbán Viktor szokásától eltérően tartott egy hosszabb sajtótájékoztatót. Mondjuk nyugaton ez nem olyan érdekes, ez csak nekünk érdekes idehaza, akik ahhoz vagyunk szokva, hogy a miniszterelnök a fideszes sajton túl nem beszél. Most viszont beszélt újféle gazdaságpolitikáról, kiterjesztett békemisszióról, béketervről, meg növekvő számú kórházi klímákról is. Meg persze Lázár Jánost is dicsőítette, mármint a munkásságát. Szóval annyi mindent mondott, hogy azt megszámolni nem is érdemes. Na de mi volna akkor, ha azt számolnák meg, hogy mindeközben hányszor nem mondott igazat? Vagy hogy hányszor került szorult helyzetbe? Na ugye az már érdekesebb volna. Nem fogod elhinni, de a Telexnek köszönhetően ez most lehetséges. Éppen ezért gondoltam, hogy megszámolom, hogy a miniszterelnök hányszor öltögeti a nyelvét. Persze ezzel nem azt állítom, hogy ha Orbán Viktor öltögeti a nyelvét, akkor hazudik, de legalább adhat egy mankót, hogy az igazmondás, a kellemetlen helyzetek és a nyelvöltögetés között van-e valamilyen összefüggés. Szóval számoljunk együtt, és figyeld a csengőt. Én Csillag Dávid vagyok, tartsatok velem. Miért nem sikerült 14 év alatt elfogadható szintre hozni az állami egészségügyet? Minden évben megyünk előre. 8000 orvossal többen dolgoznak ma Magyarországon, mint 2010-ben. Megemeltük a béreket. A klimatizált helységeknek a száma minden évben nő. Tehát minden évben megyünk előre az egészségügyben is. Természetesen nem értünk a munka végére. Mi vagyunk Európa legerősebb politikai szervezete. Mindenkinek vállalok. Tessék? Azt mondta Olaszországban, hogy beavatkozik ön is az amerikai választásokba, annyira, amennyire a demokraták beavatkoznak. Azt mondtam, hogy az egyensúly fontos dolog, igen. És ez hogyan történt? Hogyan olvasod? Ön nem olvas sajtót? Sajtón keresztül? Nem, hát ott megírják. Hallottál, hogy felfüggesztették azt a papot, aki megáldotta az ön irodáját? Hallottam. Hát mit szólt ez a sztorihoz? Hát az egyházi személyek ügyei azok az egyházakhoz tartoznak, és ugye én is bízok a saját egyházi közösségem vezetőjében, ilyen a Facebook. Kellő prioritást élvez az egészségügy a kormány munkájában, meg abban, amennyit költenek. Például a Vodafone 500 milliárdot költettek a reptére, 1200 milliárdot. És ehhez képest az egészségügy az úgy néz ki, ahogy nem Magyar Péter még... például zsírra szelt port talált az egyik kórház plafonján. Óvatos lennék, tehát a reptér az egy nemzeti vagyonnak a visszavásárlása. A Vodafone megvásárlása az egy történelmi lépés, hogy Magyarországnak legyen magyar kézben lévő infokommunikációs, telekommunikációs, nagy nemzetközi erejű cége. Ezek mind fontos, szükséges lépések. Ezeket nem állítanám szembe egymással, mindegyiket a szükség van. Most is lehet költeni meg a másikra. Költünk mind a kettőre. Egyikre is költünk, és a másikra. Most, hogy látszik a belpolitikai átrendeződése, hogy látja, a Fidesznek kell megújulnia, vagy nem? Hát a megújul... Nézze, ha már az előbb az egyházi személyekről volt szó, tehát a eklézsiát mindig meg kell reformálni. Kell új gazdaságpolitika, arról fogok beszélni, hogy az milyen legyen. Aminek a szíve közepe is lényeg, az a gazdasági semlegesség, mert azt gondolom, azt hiszem, arról vagyok meggyőződve, hogy gazdasági sikert Magyarországnak a gazdasági semlegesség hoz majd. Erről például hosszan beszélek. Ez a megújulás része. Ön szerint az etikus, hogy a magyar kormány az önvejétől, önvejéhez köthető cégektől vásárolt 500, több mint 500 milliárd forint értékben irodaházat? Az az etikus, hogyha betartjuk a szabályokat, minden szabályt be kell tartani. Ez etikus, hogy ilyen közeli családi összefonódások vannak, és így minden, a magyar állam 100 milliárd. Minden szabályt be kell tartani, és a szabályok mindenkire vonatkoznak. Az Lázár János miniszter arról beszélt, hogy vállalni kell a közélet és belpolitikai vitákat, szakpolitikai vitákat. Elképzelhető, hogy a Fidesz fókuszt évesztett azzal, hogy főleg, és ön is akár, hogy főleg külpolitikai kérdésekben exponálja magát az utóbbi időben, akár a béke kérdésében? Szerintem nem, mert a legfontosabb belpolitikai kérdés ma a háborúja a béke kérdése. A legfontosabb belpolitikai kérdés az, hogy sikerül a magyar gazdaságnak a megváltozott világgazdasághoz alkalmazkodnia. Nem választhatók, Európai Uniós tagok vagyunk, az uniós kérdések egyszerre nemzetköziek, de hazaiak is. Nem választanám el ezeket egymásról. Említette Orbán Balázs arról beszélt, hogy akkor lehet vége a gazdaságról szóló vitának, hogyha Matolcsy Györgynek lejár a mandátum a márciusban. Először is a gazdasági vitáknak sosincs vége. Mert a gazdaság egy olyan dolog, amiről mindig lesznek viták. Mert van, aki egyfajta módon, mások meg másfajta módon képzelik elő jó gazdaságot. Tehát a gazdasági vitáknak sosem lesz vége.
az a kérdés, amire ön utal, az, hogy a jegybank és a kormány között lesz-e vége vitának, arra az a válasz, hogy az a legjobb, ha el se kezdődik. Tehát a jegybank és a kormány között ne legyen vita. Ha van vita, annak megvannak az okai, erről Orbán Balázs világosan beszélt. Mit gondol, azok a pénzek, amiket az Unió visszatart, azok megérkezhetnek? Van elég sok magyar történelmi személyiség, akire fölnézünk, nem kell külföldön keresgélni. Igen. Mindig meglepődök ezen a kérdésen. Hát azért, mert nekünk ott van 12 milliárd a számlánkon. Tehát arról beszélünk, hogy nincsenek EU-s pénzek. Hát hogy a fészkes fenében ne lennének? Jelen pillanatban nekünk van 12 milliárd a számlánkon, ami arra vár, hogy bevonjuk a magyar gazdaságba. Én meg arra várok, hogy a kiírt pályázatokat a magyar vállalkozók megvalósítsák, a költséget is kifizesse, és mi utófinanszírozásban azt megkapjuk. Tehát ma nem az a helyzet, hogy nincsen pénz, hanem ott van a pénz, csak nem tudjuk elég gyorsan bevonni. De ma nekünk nem az a problémánk, hogy nincs pénz, hanem hogy hogyan tudnánk gyorsabban bevonni. Ez a 12,5 milliárd dollár, pontosabban euró, ez hosszú évekig ki fog még tartani. Nekünk nincs EU-s pénzhiányunk egyáltalán. Úgyhogy az a helyzet, hogy ez a dolog, hogy EU-s pénz jön, nem jön, ez nem tűnik egy értelmes vitának. Miből áll az ön béketerve, miniszterelnök úr? Hát leírtam, és az miután kiszivárgott, közzé is tettem, úgyhogy elnézést, hogy a saját magam írásának orvosására sarkalom önöket, leírtam. Fidesz nagyon népszerű a fiatal körében. Köszönöm a fiataloknak a támogatást. Zelenszkij elnöke tájékoztatta, hogy utána másnap Putyinnal fog találkozni? Nem. De ez egy rendben van így békemisszió tekintetében, hogy úgy tárgyal a két félel, hogy nem tájékoztatja őket arról, hogy mint hogy Putyinat sem tájékoztattam azt, hogy előtte meg Zelenszkijről fogok. Csak ő nyilván tudott róla, hiszen előző nap. Igen, tehát a diplomáciai akciókat, azokat gondosan kell megtervezni, és hogy mikor, kinek, mit érdemes erről tudni, azt egyenként kell eldönteni. Ebben a békemisszióban az volt a helyes, ahogyan eljártunk. Miniszterelnök úr, nekem az lenne a kérdés, hogy miért került a Facebook oldaláról a Besegedi Anonim közös posztját? Kérdezzék meg a Facebookosaimat. Meg hogy mikor törölték? Mikor törölték? Azt mondta, hogy azt ki van zárva. Magyar gazdaság helyzetéről mit gondol? Folyamatosan egyre rosszabb adatok jönnek, a negyedéves növekedés. Nem, egyre jobb adatok jönnek. És ez a gazdasági növekedés, ami most van. Kellett a várakozásait. Hát a még élünk, reményünk. Igen. De nem kifejezni kell az amerikai partnerekkel, amiatt, hogy Magyarország közeledik Kínához. Nem, hát azt mindenki tudja a magyar külpolitikára, hogy a mi fölfogásunk szerint a külpolitika lényege barátok és szövetségek építése. Barátságok és szövetségek. Mi egyszerre tudunk jóba lenni az amerikaiakkal, a kínaiakkal, a japánokkal, az arabokkal, meg az Európai Unióval is. Tudják rólunk, hogy mi egy szuverén ország vagyunk. A külügyminisztertől kért tájékoztatást, miután kiderült, hogy ez egy a moszkvai HEPA irodánhoz köthető cég bukott le azzal, hogy rádiótelefonokat akart csempészni Oroszországba, kijelzve ezzel a szankciót. Az ilyen típusú ügyekről a nemzetbiztonságot kell megkérdezni. A nemzetbiztonság egyre semmilyen problémát nem jelzett ezzel kapcsolatban. Tehát az FBI a magyar nemzetbiztonság. Az amerikaiaknak van problémájuk, de a magyar nemzetbiztonságnak nincs. A magyar nemzetbiztonságnak nem probléma, hogy valaki kijátszva a szankciókat, rádiótelefonokat csempész. A magyar nemzetbiztonságot a magyar nemzetbiztonsági szervezetek védik, és egyelőre olyan problémát, hogy visszahatna a magyar nemzetgazdaságra, vagy nemzetbiztonságra, mi nem egyezik. Önrendre azt mondja, hogy elmennék, mert közben nekem kéne tartom egy előadást. Ne vicceljen, hát ha valahol valamit tudnak az ország tényleges állapotáról, na az a kormány. A klimatizált egészségügyi műtők, egészségügyi ellátóhelyeknek a száma minden évben. Idei évben is nőtt. Nőni fog. Igen. Most mondom önnek, a következő évben több klimatizált egészségügyi ellátóhelyünk lesz, mint az idén volt. Az idén pedig több van, mint tavaly volt. Ott is dolgozunk. Nem vagyok európai képviselő. Igen. Szeptember 18-án a Soros elnökség, amikor... Igen, eleget fogok tenni a Soros elnökségből fogadó kötelezettségemnek, állok az Európai Parlament minden képviselőjének a rendelkezésére. Ha tetszett a videó, lájkold és kövess be. Ha szeretnéd támogatni is a munkámat, akkor használd a köszönet gombot. Köszi!